Fiatal, dinamikus vezetőkre van szükség a Magyar Honvédségnél, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató jelöltjének bizottsági meghallgatásán. A katonai titkosszolgálatra az elkövetkező időszakban várhatóan komoly kihívások várnak az olyan biztonsági kockázatok miatt, mint például az illegális migráció, az egész Európát érintő terrorfenyegetés, vagy éppen az orosz-ukrán háború. A katonai titkosszolgálat élére jelölt Tajti Norbert vezérőrnagy a honvédelmi miniszter társaságában érkezett a bizottsági meghallgatásra. Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte, a honvédség megújításával összefüggő feladatokhoz új vezetőt keresett. Azért esett a választása Tajti Norbertre, mert, mint fogalmazott, a vezérőrnagy tudása, elkötelezettsége mindenféle szempontból alkalmassá teszi a feladat ellátására. Tajti tábornok megszemélyesíti már csak koránál fogva is azt a fiatal, dinamikus vezetői kultúrát, amely a teljes magyar védelmi szektorban szükségünk van, a erővezetésében is, KMBS vezetésében is. A főigazgató jelölt csaknem 30 éve szolgál a honvédségnél, ez alatt az idő alatt végigjárta a ranglétrát. Afganisztánban harci tapasztalatokat is szerzett. Több alkalommal jártam. Voltam a civil szolgálatom 2006-ban, 2011-ben és 2013-ban Afganisztánban. Az utóbbi kettő misszió az különleges műveleti misszió volt, kimondott a harci műveletek végrehajtására fókuszáló különleges műveleti misszió. Terveiről a főigazgatójelölt zárt ülésen tájékoztatta a bizottság tagjait. A meghallgatáson minden bizonnyal szóba került az is, hogy a katonai titkosszolgálatra az elkövetkező időszakban minden korábbinál komolyabb és összetettebb kihívások várnak. A szolgálat szakmai lapjában megjelent tanulmány ugyanis biztonsági kockázatként említi többek között az illegális migrációt, az egész Európát érintő terrorfenyegetést, az orosz-ukrán háborút, a koszovói helyzetet és a működésképtelen államok kialakulásának növekvő veszélyét. A cikk szerzője 2024-re tovább romló biztonsági környezetre számít. A katonai elhárításnak az is feladatot ad, hogy a szomszédban zajló háború miatt Magyarország területén megnövekedett az ellenérdekű titkosszolgálatok aktivitása. A másik szolgálati ágnak, a hírszerzésnek pedig gyakorlatilag naprakész információkat kell szállítania. A szolgálatnak itt főleg a Magyarország biztonsági helyzetét befolyásolni képes regionális konfliktusok adnak munkát. A KMBS legújabb feladata, hogy részt vegyen a honvédség tervezett csádi missziójának előkészítésében. Az országgyűlés szakbizottsága 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta Tajti Norbert vezérőrnagy kinevezését.